üdvözlök mindenkit, itt vagyunk Kortobágy egy állomáson, nem így terveztem egyébként a videót, mert szerettem volna reggeli Tiszatóval lejönni és egy teljes kanyart letolni, ahogy egyébként Ádám, Trainspot Hungary vezető állásból tolja nektek, úgyhogy majd várhatjátok a tartalmat az ő csatornáján erről. Viszont nem mutatom nektek meg a hüvelykujja másik oldalát, mert az szerintem sokatok számára nem lenne jó, pláne hogy tudom, hogy sokan evés közben nézik a videóimat, úgyhogy érjétek be annyival, hogy körömágy gyulladásom van, így tehát ezzel ment el a délelőttöm, borzasztóan csúnyán néz ki, ne részletezzük tényleg. A lényeg, hogy itt vagyok, és várjuk majd a Tiszatót, ugye, ahogy megy vissza a keletibe, viszont itt ugye a Debrecen Füzesabony vonalon nincsen drót, azaz egy dízel mozdonynak kell ezt majd végrehajtania, illetve hát kell végrehajtani, meg reggel is kellett, ami egyébként csörgő szokott lenni. Viszont annyira nincsen gép, tehát tényleg nincsen gép, tehát ezt mielőtt valaki azt hinné, hogy itt most túlzok, vagy ez szándékos, már olyan szinten szándékos, hogy egy ilyen nosztalgia faktort akartak beiktatni a Tiszató Expressbe, több szempontból is megbukik az érvelésük. Egyrészt a MÁV erről, meg a MÁV tart is olyan szinten kussol, mint az állat. Nyilvánvalóan ez nem egy pozitív dolog, és nem valamiféle nosztalgia üzemmódot akartak a Tiszató Expressre rakni. Egyszerűen annyira nincs gép, hogy pupos. Pupos viszi. Ugye menetrend szerint pupos talán 19-ben vagy 20-ban még a Somoskő újfalui vonalon volt. Aztán onnan úgymond idézőjelben megszabadultak a pupos mindennapi lététől. De hát úgy néz ki, hogy a MÁV, illetve a MÁV start annyira előre megy, és nem hátra ugye, hogy, és nincsen gép, hogy egyszerűen a Tiszató Expressre muszáj egy pupost rakni. 60-ban van már a gépcsere, régen egyébként Füzesabonyban volt, ezen meg is lepődtem, nem emlékeztem, illetve nem tudtam, hogy ebben az évben már 60-ban vannak a gépcserék, és ez az első hétvége, hogy pupossal van kiadva, tehát eddig volt rá egyéb gép, azaz csörgő, viszont most a pupi fogja majd vinni, illetve vitte is reggel, úgyhogy úgy voltam vele, hogy kijövök. Több szempontból, ahogy mondtam nektek, ez nem egy nosztalgia faktorra épített történet. Egyrészt ugye nincsen sehol se behirdetve, tehát a MÁV-ról, ahogy mondtam, kussol. A másik pedig, ami biztosíték, hogy a menetrend sem a puposra van megírva. Nem véletlenül késett 40 percet, semmi akadály nem volt. Egyszerűen azt a menetrendet, amit megírtak neki, az nem a puposra van kitalálva. Úgyhogy ilyen egyszerű, meg nem, szerintem még az is hozzájátszik, hogy nem egy 60-i gépcserére van ez kitalálva, ettől függetlenül most 60-ban van a gépcsere, tehát 60 és Füzesabony között, drót alatt, illetve ugye múltkor megszittatok a drót kifejezésért, végül is jogosan, felső vezeték alatt dízellel, azaz pupossal megy a Tiszató. Tartsatok velem, szerintem érdekes lesz.
hát majd hamarosan Óhad Pusztakócs állomásra érkezünk. Ugye elágazó állomás, de hát sajnos ma már ebből sokat nem tapasztalhatunk erről a részről, pedig hát Csirketelepre is tudnánk vasutazni Polgárra. Hát ugye nem tudunk, hiszen ez a vonal szakasz, jobban mondva, szüneteltetett stádiumban van. Egyébként itt lesz a kiágazás, azért is filmezem ezt az oldalt. Csak nem tudom pontosan mikor, de hamarosan meg kéne történnie ennek a dolognak. Hiszen az állomásra érkezünk, ahol nem fogunk megállni, áthaladunk. Legalábbis papíron. Aha, a vonóvezeték már megjelent. És ebben az irányban volt a kiágazása a vonalnak. Ugye Óhad Pusztakócs tulajdonképpen a semmi közepe. Tehát elágazó állomásként jó, meg állomási funkciót betölt személyvonatok találkoznak itt, de egyébként értelmezhetetlen, mint megállási pont. Tehát személyforgalom szempontjából mondom ezt. Hú, azért nyomja a füstöt rendesen. Ott van, ott a vonal kiágazás, majd mindjárt láthatjátok, de én már láttam. Most csak így, jó? Mert nézd meg, hallod. És mi lett? De nem lett baja. Nem lett bajom, de fel kellett vágni. Nem tudunk elmenni időre. Hát azt látom. Csak 8000 biciklis van itt. Hát ezért van az az egész, nem? Hát ezért van a megyva időre. Meg a Tiszató, mint név, nem? Hát... A turistákra van ez a járat. Persze, hát az azért van a hétvégén, akik lejönnek. Jó, csak az én kis saját kabinomat ne foglalják el. Látod, Mizsei?
ez most mi ide. Ott jön a technika. Az a vasút, tudod? Milyen vasút?